A Nemzetbiztonsági Bizottság azután ült össze, hogy az atv.hu-n megjelent egy hangfelvétel, amelyen Juhász Oszkár jobbikos polgármester egy előbb-utóbb bekövetkező polgárháborúról beszélt. A gyerekek, egyszerű, van egy önkormányzatot, amely polgárháború lesz időben. Hát nyilvánvalóan az lesz, ezzel sincs gond, mert előbb-utóbb úgy is megtörténik. De akkor kell megtörténnie, amikor a mi nyereségünket végződhet. Egy ilyen nevező polgárháborút eldöntek később, mert se ezt a már idő, hogy itt hetekig, hónapokig háborúk nincs. Néhány napon belül le kell darálni. Ha elindul, akkor néhány napon belül le kell darálni, nincs több idő. Vannak külföldi kapcsolataink, ahonnan olyan pénzeket tudunk behozni Gyöngyöspatára, az meg, amiről nem is álmodtok, hogy honnan, meg mekkora pénzeket tudunk mozgósítani, akik szarnak rá, hogy itt a cigányok, meg a hatóság mit verciásodik, mert lehet idehozni az meg olyan őrzővédő csapatot, nem is magyarokat az meg, hogy oda a közelbe nem teszi be a lábát egyébként sem, meg még egy ötször, még egy kormányügynök se, mert lecsavarják a patát. Sőt, lehetőséget kap a büdös cigány, ott van, lehet így dolgozni. A képességének megfelelő mindjárt végezzen, érted? Akkor meg a saját alacsony színvonalán dolgozni. Úgy se fog dolgozni, mert ez egyértelmű, hogy batik rá, meg szarik a munkára, de akkor viszont meg lehet tőle vonni az összes segít. Én mondok, hogy mondja, hogy annál kicsit annál komolyabb volt. Együtt élés a szabályzatot fogalmaz, miközben öldöklés készít elő. Építő közösséget követel, mielőtt a polgárháborút latolgat. Gyöngyöspata község Roma Nemzetiség Önkormányzata rendezte, szervezte ezt a fajta demonstrációt, mégpedig azért, mert Juhász Oszkárnak a múlt héten kiderült hangfelvételeit nem tudjuk elfogadni. Felkérjük Gyöngyöspata képviselőtestületét, hogy haladéktalanul határolódjon el a polgármestertől, követeljünk annak azonnali lemondását. Mondjon le! Mondjon le! Tüntetni szeretnék azért, hogy mondjon le Juhász Oszkár. És miért akarod, hogy lemondja Juhász Oszkár? Hát amit nyilatkozott a hangfelvételen, ami volt neki. TV-ben láttuk, hogy le akarja darálni 3-4 nap alatt a romákat. Hát milyen polgármester ez? A Jobbik helyi reprezentáns a polgárháborúról beszél. Én meg attól félek, hogy ez sokkal-sokkal több, mint amikor kóbor véderősök vagy túl aktív gárdisták nyugtatásáról lenne szó. Ez véresen komoly. Az a véleményem, hogy ezt összevágták, ezt a felvételt, mert én úgy tapasztaltam, hogy nem folyamatos a beszélgetés. Fel vagyunk háborúkban, mert annak a felecse igaz. Úgy értelmeztem őt, tehát, hogy meg én beszélgetek is velük. Le akartam beszélni ezt a férfit, hogy ilyet ne beszélgessenek, hogy itt polgárháború lesz. Én nem tudom elképzelni róla. Én ott lakik az utcámban, rendes fiú. A hangfelvétel tanúsága szerint az által elmondottak nem csupán a gyöngyöspatai lakosság érdekeit sértik, hanem minden jó érzésű, felelős magyar állampolgár érdekeit. Ezáltal méltatlan arra, hogy Gyöngyöspata vagy az ország bármely településének lakosságát képviselje. Ezért követeljük, hogy Juhász Oszkár azonnali hatállyal mondjon le. Ön hogy látja Juhász Oszkárt, milyen ember? Jó embernek látom, nem tudok rá rosszat mondani. Szerintem nem sokan szeretik. Aha, de miért nem? Hát szerintem nem jó végzi a munkáját. Normális viszonyok közt őt nem sokra értékelték, már a helyi emberek se. Tehát ő csak úgy lehetett itt pozícióba, hogyha egy cirkusz csinál, amit meg is tett, és a szállítása be is jött. Magyarok is, azok is ellene vannak, nagyon sokan. Meg vannak amolyan a magyarok, akik mellett állnak. De miért állnak mellett a Juhász Oszkár? Hát még, mert ők is fajgyűlölök. Úgy, mint a Juhász Oszkár. Arról hallottam, hogy ő uszítja a cigányokat, meg a magyarokat egymás ellen. Nekem amúgy sem szimpatikus. Ne hagyjuk, hogy egymásnak engedjenek bennünket. Ne hagyjuk azt, hogy emberek meghalljanak. Ne hagyjuk azt, hogy kijátszanak bennünket, romákat és nem romákat, minket, magyar állampolgárokat. És kérjük közösen, hogy azok, akik ezt gerjesztik ebben az országban, azok ne képviseljék se Gyöngyöspatát, se az országot. Azon vagyok, s azért jöttem el, hogy hangot adjak annak, hogy én itt szeretnék egy közös országot, egy közös hazát, ha úgy tetszik, mint többségi, mindannyiottokkal veletek együtt. Köszönöm, hogy meghallgattatok! Mivel
változna meg, hogyha U.S. Oscar lemondanak? Sok minden. Nem volna rettegés, nem kéne félnünk, éjszaka lefekszünk, hogy most mikor jönnek megint, menekülnünk nem kéne. Sok minden megváltozna. Lehet bármi esélyt arra, hogy le fog mondani? Nem. Akkor miért jöttél el? Eljöttünk, reménykedünk, de... Hogy jobb legyen a jövő. De nem tudjuk. Reménykedünk. Bízunk hozzá, no. Amikor először meghallotta ezt a felvételt, akkor amire gondolt, vagy mi volt a vélemény erről? Hát ilyenkor mindig először az érzelem jön, szóval olyan dű és elkeseredettség volt először bennem, hogy meddig akar még elmenni. Én ezen egyáltalán nem csodálkozom. Tehát az ő eszmevilágról ezek a mondatok hozzátartoznak. Tehát ezek a mondatok legutoljára szerintem Magyarország 1944 környékén hangoztak el, és most sajnos meg kell tennünk, hogy 2012-ben is ugyanezeket a mondatokat meghallhattuk. Férfi emberek a futballmérkőzés után, amikor beállnak az urnyozó alá, akkor csak elkezdenek nem konszolidációjának mondani. Vagy a kocsmában három vagy négy feles után elkezdenek nem szalonképes, egymásnak való szövegeket mondani. Tehát, hogy nincs nyilvánosság, vagy úgy vélik, hogy nincs nyilvánosság, és igazán azt mondják, amit gondolnak. És U.S. Oscar nem akkor gondolta először, és nem akkor gondolta utoljára. Ezeket így, ahogy van, már akkor gondolta, amikor belépett a Jobbikba. Pénteken összeült a Nemzetbiztonsági Bizottság. Lesz ennek bármi következménye U.S. Oscarra nézve? Hát, hogyha egy normális országban élünk, akkor kell, hogy legyen. Akkor kell, hogy legyen valami következménye. Hogyha más nem, legalább a politikai pártok elítélik. Ez a kormány ugyanúgy megígért mindenféle hatékony válságkezelést, és nincsen hatékony válságkezelés. Sőt, ezzel szemben egy kifejezetten szegényellenes és mellesett szegényellenes stratégiát, vagy napi politikai gyakorlatot látok, és ebben a szegények, a munkanélkülieket kiáltják ki alapvetően bűnbakká. És néhány olyan helyi őrültet, mint amilyen az érpataki polgármester, lehet, hogy föl fog jelenteni az ér, vagy amilyen Juhász Oszkár, ők végül saját helyi hatalmuknál fogva mindent megtehetnek annak érdekében, hogy többek között cigánymentes övezet legyen. Így Gyöngyöspatából. Nem csak az a dolgunk, hogy a készen kapott helyzetekbe kell éljünk, hanem hogy mi is hozzunk létre helyzeteket, amire egyszerűen nem tudnak mit mondani. Ezek az emberek, ezek csodálatosan reagáltak dolgokra itt a tüntetésen. Tehát beadják ezt a petíciót az önkormányzatnak, illetve a polgármesternek, akkor kell, hogy válaszoljon. Na most anélkül, hogy naívnak szeretnék tűnni, tudjuk, hogy nem fog válaszolni, ami akkor is csinálni kell.